Európai parlamenti választások, 13 képviselőt küldhet Brüsszelbe a választáson győztes Fidesz-KDNP. Megyenap, a vidéki Magyarország fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta Mária Pócsonkövér László, az országgyűlés elnöke. Megújult szorgalmatos polgármesteri hivatala, mintegy 20 millió forintból korszerűsítették az épületet, amellyel így működési költséget takaríthat meg az önkormányzat. A Fidesz abszolút többséggel nyerte az európai parlamenti választást. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. 2019-ben minden eddiginél nagyobb, több mint 43%-os részvételi arányjal zajlott le az EP választás Magyarországon. Ez közel 3,5 millió érvényes szavazatot jelent, amelynek több mint 52%-át a nem hivatalos eredmény szerint a Fidesz-KDNP szerezte meg. Így ők 13 mandátummal képviselhetik Magyarországot Brüsszelben. Az 5 évenkénti európai parlamenti választásokat idén május 26-án vasárnap tartották. Az ezt megelőző több hónapos kampány során a pártok megpróbáltak minden lehetséges módon eljutni az emberekhez és tájékoztatni őket arról, hogy miről is szól ez a választás. Ezt mindenki másképp értelmezte, abban azonban egyetértettek, hatalmas a tét. Valóban nagy a tétje, hiszen az elmúlt 5 évben azt láttuk, hogy a bevándorlást pártoló erők vannak az Európai Uniós intézmények élén, akik lerombolják és szemünk láttára rombolják le az európai keresztény értékeket, az európai társadalmat másodrangúvá helyezik, másodrangúvá degradálják, és elsősorban a kívülről jöttek a bevándorlók jogaival, jólétével foglalkoznak. Ezt Nyugat-Európa számtalan országában tapasztaltuk, így Belgiumban, Brüsszelben is. A megyei közgyűlés elnöke is leadta szavazatát, mert úgy gondolta, nem egyszerű politikai kérdésről kell dönteni, hanem Európa következő évszázadairól. A birodalmak általában szétesnek néhány évtized után, a nemzetállamok viszont tartós jelenségek. Hozzátartoznak Európa múltjához, Európa identitásához, tehát úgy vagyunk jó európaiak, hogyha jó magyarok vagyunk, és meg kell őriznünk a magyarságunkat. Sajnos a bevándorlók, a bevándorlók tömeges befogadása azt a veszélyt jelenti előre, azt a veszélyt jelzi előre, hogy feloldódunk egyfajta multikulturális masszába. Meggyőződésem szerint, hogy nem ezt akarjuk, és azért aztán talán többen, reményeim szerint többen eljönnek bosszavazni, mint ezelőtt 5 évvel. Akkor alig 29% volt a részvételi arány, most vasárnap azonban minden eddiginél nagyobb, több mint 43% volt a választási részvétel. Ez több mint 3.430.000 érvényes szavazatot jelent. Megyénkben a közel 450.000 névjegyzékben szereplő választó polgárból több mint 170.000-en adták le voksukat. Ez valamivel több, mint 38%-os részvételi arányt jelent. Az érvényes szavazatok több, mint 60%-át a Fidesz-KDNP szerezte meg. Én úgy gondolom, minden idősebb, fiatalabb korosztálynak megvan az a lehetősége, hogy lépjünk annak irányába, hogy az otthonunk, a hazánk és a saját jövőnk érdekébe tegyünk. Én úgy érzem, hogy megtesszük a megfelelő lépést, és igyekszünk a továbbiakban is ezt az utat járni. Az országnak elég gondjai vannak, és rengeteg ember van, akinek a gondjaival nekünk meg kell küzdeni. Most még a nyakunkba venni az országnak ezt a hatalmas problémát, bármennyire is emberekről van szó, én úgy gondolom, hogy mindenkinek odahaza a saját országában kellene maradni, és a saját országában kellene szavazni. A Fidesz-KDNP-re országosan közel 2 millióan szavaztak. Ezzel a több mint 52%-os érvényes szavazattal az összesen kiosztható 21 európai parlamenti mandátumból 13-at a párt szerzett meg. A DK 4, a Momentum 2, az MSZP Párbeszéd és a Jobbik egy-egy fővel képviselheti Magyarországot Brüsszelben. Nem jutott be a Mi Hazánk mozgalom, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, az LMP és a Munkáspárt sem. A Fidesz ezekkel az adatokkal a 15 legerősebb párt között lesz az Európai Parlamentben a következő 5 évben.
A vidéki Magyarország fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta a Mária Pócson megtartott hagyományos megyenapon Kövér László az országgyűlés elnöke. A rendezvényen többen vehettek át kitüntetést az oktatásnevelés, az egészségügy, a gyermekvédelem, a sport és a kultúra területén végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként. Minden évben máshol tartják, ezúttal Mária Pócs volt a helyszíne péntek délután a megyenapi ünnepségnek, amelyen mindig Szent László 1092. május 20-án Szabolcs községben tartott zsinatára emlékeznek. A 927. évfordulón sem maradhatott el Árpádházi királyunk méltatása és a történelmi párhuzamok állítása sem. Ez az ezer éves múlt, őseink önfeláldozó szabadságküzdelmei köteleznek bennünket nemzeti önazosságunk, függetlenségünk védelmére. Különösen igaz ez a felelősség a mai időkben, és különösen igaz ez arra a megyerendszerre, arra a megyére, amely majd egyidős a magyar állammal, és nagyon ősi intézménye a magyar államnak. Mások mellett politikusok, egyházi és szervezeti vezetők gyűltek össze a görög-katolikus kegytemplomban. Az eseményen az országgyűlés elnöke is részt vett. Kövér László a vallásos oktatás jelentőségét hangsúlyozta beszédében, emellett a vidéki Magyarország fejlesztésének fontosságát is kiemelte. Abból a csaknem 770 milliárd forintból, amely az uniós forrásokból 2010 óta a megyébe érkezett, egyebek mellett jutott csatornázásra és árvízvédelemre, foglalkoztatásra és felnőttképzésre, közlekedésfejlesztésre és vállalkozásfejlesztésre. Az ezen felül érkező kormányzati források hatékonyan segítették a közbiztonság megerősítését a belterületi utak, járdák, hidak, az óvodák és általános iskolák megújulását. Az önkormányzatok adósságát a kormány átvállalta, lehetővé téve, hogy az addig a bankok kasszájába vándorolt kamat és törlesztés a települések számlái maradva saját fejlesztési forrásá váljon. Az ünnepség végén hagyományosan kitüntetéseket adtak át, mások mellett a gazdaság, az oktatásnevelés, az egészségügy, a gyermekvédelem, a sport és a kultúra megyei fejlődésének előmozdításáért. A Prokomitátu díjat idén Keresztes Szilárd nyugalmazott görögkatolikus megyés püspök kapta életművének elismeréseként. A háborús hősökre emlékeztek vasárnap a nyíregyházi hősök temetőjében. A több mint 100 éves sírkertben 14 nemzetközi katonái nyugszanak. Az ünnepségen elhangzott, elsősorban arra emlékezünk ilyenkor, hogy olyan szörnyűségnek, mint a világháborúk, nem szabad még egyszer megtörténnie. Ünnepi beszédében Úrik Attila nyíregyháza alpolgármestere felidézte, az országgyűlés 2001-ben nyilvánította a magyar hősök emlékünnepévé május utolsó vasárnapját. Lényegében, hogyha az ember körülnéz itt Közép-Európa egyik legnagyobb első világháborús temetőjébe, akkor nagyon sok ugye, magyar és idegen nemzetből származó halottnak az emlékművét látja, akiket itt a Nyíregyházi Borak kórházban ápoltak. Ugye 2300 az a sírszám, ami most itt található, de az 50-es években három sort eltúrtak a kommunisták annak idején, és a nyíregyháziaknak a lélek jelenléte mentette meg az egész temetőt attól, hogy fel tudják és ki nem érjék azt parcelláknak. Az üzenete egyértelműen az, hogy tisztelni kell azokat, mindenkit, mindegy, hogy milyen nemzetnek a soraiból valók, akik harcoltak, itt haltak meg, és akik áldozatai voltak a nagyhatalmi politikának. Mintegy 20 millió forintból újult meg a polgármesteri hivatal Szorgalmatoson. A beruházás keretében kicserélték a nyillánzárókat, szigetelték az épületet, valamint egy kisebb napelemrendszer is felkerült a hivatali épület tetejére. Napelemek a tetőn és megújult világítótestek a polgármesteri hivatal irodáiban. Ezek a leglátványosabb részei annak a felújításnak, amelyet szombaton adtak át Szorgalmatoson. A korszerűsítés keretében nem csak energetikai munkálatokat végeztek, hanem könnyebben elérhetővé is tették az önkormányzati épületet. Sikerült felújítanunk a polgármesteri hivatalunkat, amelynek keretében akadálymentesítést végeztünk, világítás korszerűsítést, fűtés korszerűsítést, és az épület szigetelése is megoldódott. Azon kívül 6 kilowattnyi napelemes kiserőművet létesítettünk a tetőn.
A beruházás jelentősége, hogy az energetikai korszerűsítéssel működési költséget takaríthat meg az önkormányzat, mondta el a szalagátvágást követően a térség országgyűlési képviselője. Vinnei Győző hozzátette, szorgalmatosan számos fejlesztés zajlott az elmúlt években is. Egy élhető település, valamivel több mint 1000 laknak, van egy passzív orvosi rendelője, néhány éve adtuk át, nincs rezsiköltség, van egy helyi piac, ahol lehet találkozni, meg lehet beszélni az ügyeket, sőt az áruk is gazdát cserélnek. Rendben vannak az utak, rendben van az iskolája, az óvodája. Ami gondot jelent, tulajdonképpen a magyar falvakban tudnak majd pályázni orvosi eszközökre, de leginkább a szociális ellátórendszer fejlesztése, amiben gondolkodunk, hiszen van több nyugdíjas idős család vagy idős ember a településen, és nekik akarjuk a szociális ellátórendszert fejleszteni. A településen minden évben május végén tartják a hársfa ünnepet, még Dezsőfi gróf ültette azokat a fákat, amelyek a történelmi család birtokán találhatók. A kulturális és közösségteremtő ünneplésen a fellépők mellett gasztronómiai érdekességekkel és szórakozási lehetőségekkel is találkozhattak a kilátogatók. Havonta 7500 forint, vagyis naponta 250 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie annak, aki nem rendelkezik az ennek alapját képező jogviszonnyal. Ez lehet munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszony, de akár bedolgozói jogviszony is. A társadalombiztosítás a jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig tart. A társadalombiztosítási ellátások teljes körére a biztosítottak, egyes TB ellátásokra a jogszabályban meghatározott családtagok és hozzátartozóik jogosultak. A TB ellátás ugyanis állami feladat, célja, hogy a munkával szerzett joggal összefüggésben anyagi ellátást nyújtson. Ennek fedezetére járulékot kell fizetni. Nappali tagozatos tanulók egészségügyi biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek, utánuk nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Az esti vagy a levelezős hallgatóknál azonban más a helyzet. Nekik meg kell fizetni a havi 7500 forintot, amennyiben nincs mellette semmilyen jogviszonyuk. Hogyha valamelyik tanuló érettségi után nem kíván tovább tanulni, tehát befejezi a tanulmányait, akkor még október 31-ig érvényes a diákigazolványa, illetve az ezt követő 45 napig még a biztosítási jogviszonya is él, tehát leghamarabb december 16-án kell bejelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a T10-11-es nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani a Nemzeti Adóiskolai Hivatalhoz, mi pedig megküldjük részére azokat a csekkeket, illetve nyomtatványokat, amelyeket ki kell töltenie. Ezt a nyomtatványt online is ki lehet tölteni, de a NAV ügyfélszolgálatain is igényelhető. A már munkahelyen rendelkezők esetében a munkáltatónak kötelessége a járulékot minden hónap 12-ig befizetni. Így, ha valakinek 13-án megszűnik a jogviszonya, az adott hónapra biztosan nem kell maga után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. Más esetben naponta 250 forint a biztosítás összege. Természetesen, akinek nincsen állandó jogviszonya, ő egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult, tehát a szolgáltatási járulékot meg kell fizetnie maga után. Ide tartoznak például azok, akiknek nincs folyamatos biztosítási jogviszonya. Hogyha valaki alkalmi munkavállalóként dolgozik például, tehát egyszerűsített foglalkoztatás keretében van foglalkoztatva, akkor is fizetni kell ezt a járulékot. Egyébként, hogyha járadékokban részesül, teszem azt, hogy álláskeresési járadékban, gyesben, gyedben, vagy akár rokanyugdíjas ellátásban részesül, akkor nem kell fizetnie, hiszen biztosított. Társadalombiztosítási ellátásként betegségi és anyasági ellátás, családi pótlék, nyugellátás és baleseti ellátás igényelhető, utóbbin belül például szabadságnál vagy tápénzállományba vételnél igényelhető. A gyerekek mellett többek között Kókusz, a játékos fehér oroszlán, Elza a társa, valamint a mókás, gyűrűs farkú Maki Iker pár, az ország első indiai orszarvú bébie és a barna medve is meglepetés kapott gyereknapon a Nyíregyházi Állatparkban. Miután Kókuszt és Elzát a kifutóba engedték, először együtt kezdtek el játszadozni, majd Kókusz szagot fogott és észrevette az idegen tárgyat a már jól ismert környezetében. A különleges labda a parkban található patás állatok szaganyagát rejtette, akiknek az előző esti alomként használt szénájából és szalmájából töltöttek az oroszlánok számára izgalmas ajándékgömbbe. Úgy gondoltuk, hogy ez egy különleges gyereknap legyen, amikor nem csak a gyerekek, hanem a Nyíregyházi Állatpark állatkölykei is kapjanak meglepetést, játékot. Ezek speciális labdák, amiket egyébként csak néhány cég gyárt világszerte, tehát nem olyan könnyű hozzájuk jutni. Rendeltünk ilyenből jó párat, és különböző állatok
kapják meg ezeket, hogy ők is élvezzék a gyereknapot és tudjanak játszani. A hatalmasan növő barna medve felalás sétálgat a kifutójában, még nem is sejti, hogy hamarosan ő is ajándékot kap. Ha a természetben az állatok riválisokkal versenyeznek, párt keresnek vagy táplálék után kutatnak, ezért nagyon fontos, hogy zártartási körülmények között is ingergazdag környezetet biztosítsanak számukra, mondta el a medve kifutójánál Révészné Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark zoológiai osztályvezetője. A különleges környezetgazdagítási eszközöknek köszönhetően ingergazdagabbá tesszük a környezetüket, úgyhogy most jelenleg a fehér oroszlánok kaptak apróságot, egy gyönyörű labdát, egyébként abba patás állatoknak a szaganyagát raktuk, azzal stimuláltuk az oroszlán gyerkőcüket, most pedig a barmedve kifutójánál állunk, és a barmedvénk várják a finom csemegéket. A gyereknap alkalmából egy kincskeresős játékkal is készültek a kilátogatók számára. Az állatpark három pontján színes varázskockákat rejtettek el, amelyeket az EON standjánál válthattak be a gyerekek különböző környezetgazdagító eszközökre és hasznos nyereményekre. A bajnoki negyedik hellyel és a HEP kupa ezüstéremmel elérte a szezon előtt kitűzött célt a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák szakmai stábjában nem lesz változás, és a játékos keretben sem várható nagy mozgás. Mokánszky Máté már a 3x3-as válogatottal készül, Fazekas Csaba és Sitku Márton pedig a jövő héten utazik az U20-as válogatott edzőtáborába. Mind a bajnokságban, mind a HEP kupában a legjobb négy közé kerülést tűzte ki célként a 2018-2019-es szezon előtt a Nyíregyháza Blue Sharks vezetése. A kupában egészen a döntőig meneteltek a cápák, ahol végül alul maradtak a Veszprémmel szemben. A bajnoki alapszakaszt a negyedik helyen zárt a Siska János együttese, a rájátszásban pedig a BKG Prímajas ellen két győzelemmel léptek tovább Busiránék. A döntőbe jutás már nem sikerült, a párharcban a Veszprém bizonyult jobbnak, a bronzérmet pedig a MAFT szerezte meg a sérülésektől tizedelt nyíregyháziakkal szemben. Azt szerettük volna, hogy a tavalyi szezonhoz képest előrébb lépjünk. Ez sikerült, úgy gondolom, hogy reális ez a negyedik helyezés. Jó sikerült a felkészülésünk. Szezon elején vártuk azt, hogy melyik posztra tudunk majd légióst hozni. Aztán elhoztuk a KAI-t ugye 33-as, 4-es posztra. Voltak jó meccsei, de igazán nem hozta azt, amit szerettünk volna tőle. Aztán hoztuk a Mike-ot, aki egy teljesen más rendszert hozott a játékunkba, és úgy gondolom, ez a januártól kezdve, amit a csapat játszott, az látványos volt, és nagyon sokat fejlődtünk. Tavaly két magyar játékos, Tóth Gergely és Bazsó Bruno érkezett a cápákhoz, amelynek szakmai stábjában nem lesz változás. Játékos fronton ezúttal sem várható nagy mozgás. A csapat magja az mindenféleképpen együtt marad. Az érkezettekről, a Tóth Gergő és Bazsó Brunóról azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy mind a ketten aláírtak már a következő szezonra is, és itt lesznek nálunk. De nálunk fog maradni Bús Iván, Mokánszky Máté és Sitku Marci. Úgy gondolom, hogy a Vaskó Gyurci és a Döme aláírásával sem kell sokat várnunk. Cinger Zoltán szintén közel van a megállapodáshoz, tehát azt hiszem, hogy a csapatnak a magja mindenféleképpen együtt marad. Hogy hogyan tudunk erősíteni, arra szeretnék egy kicsit várni, pontosan azért, mert az A csoportban ugye meghozta a szövetség azt a határozatot, hogy egy magyar játékosnak pályán kell lenni, és éppen ezért a magyar játékosok is egy picit kivárnak, mindenki keresgeti a helyét. Szeretném megnézni, hogy hogyan alakul ez a játékos mozgás, és akkor meglátjuk, hogy hogyan tudunk még erősíteni. Bazsó Bruno gyorsan alapemberré vált a nyíregyházi csapatban. A 3-as, 4-es poszton bevethető kosaras nem sokat gondolkodott a közös folytatáson. Ernőjék már évközben megkerestek, hogy hosszabbítani szeretnének. Az alapból szimpatikus volt, ugye akkor még nagyon más keresés nem volt máshonnan. Úgy gondolom, hogy ez is egy ok volt, és az, hogy tényleg nagyon szimpatikusak az elvárások a jövő évvel kapcsolatban, és az, hogy számítanak rám. A nyíregyházi kosarasok a héten még edzenek, és különböző felméréseken vesznek részt. Mokánszky Máté már csatlakozott a 3x3-as válogatotthoz, Fazekas Csaba és Sitku Márton pedig a jövő héten utazik az U20-as nemzeti csapat edzőtáborába. Az utolsó forduló dönt a bajnoki címről a labdarúgó megyei első osztályban. A 29. forduló eredményei úgy alakultak, hogy az első helyezett Nagyhalász és a negyedik Nyírgyulaj között mindössze egy pont a különbség. Szombaton a Nagyhalász a harmadik Ibránnyal, a Nyírgyulaj pedig a második Nagyecseddel játszik.
A 29. forduló legnagyobb meglepetését okozva a listavezető Nagyecsed hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Csengertől. Az üldözők viszont nem botlottak, a Nagyhalász 1-0-ra győzött a Kisvárda 2 ellen, az Ibrány 3-2-re múlta felül a Máté Szalkát, a Nyírgyulaj pedig Balkányból távozott 3-1-es sikerrel. A Baktaló Rendháza 8-2-re ütötte ki a Tiszavasvárit, a Tiszakanyár 3-2-re nyert a Tarpa ellen, a Gyulaháza Vásárosnaményes 2-1-es vendéggyőzelemmel zárult, csak úgy, mint a Fehérgyarmatmándok találkozó. A tabella élén az 57 pontos Nagyhalász áll, megelőzve a szintén 57 pontos Nagyecsedet. A harmadik helyezett Ibránynak és a negyedik Nyírgyulajnak egyaránt 56 pontja van. A vezető négyest a Mándok követő 54 ponttal, majd a 46 pontos Vásárosnamény következik a sorban. Az alsó régióban a 12. Máté Szalka és a 13. Fehérgyarmat is 30 pontot gyűjtött. A 28 pontos Csenger és a 25 pontos Gyulaháza mögött a 15 pontos Tiszavasvári zárja a sort. A záróforduló párosítása a következő: Máté Szalka Gyulaháza, Tarpa Kisvárda 2, Tiszavasvári Tiszakanyár, Baktaló Rendháza Mándok, Csenger Fehérgyarmat, Nyírgyulaj Nagyecsed, Vásárosnamény Balkány és Nagyhalász Ibrány. Irodunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Megyénkben a közel 450 ezer névjegyzékben szereplő választópolgárból több mint 170 ezeren adták le voksukat, ez valamivel több mint 38%-os részvételi arányt jelent. Az érvényes szavazatok több mint 60%-át a Fidesz-KDNP szerezte meg. Országos szinten több mint 43%-os részvételi arányjal zajlott le az európai parlamenti képviselőválasztás Magyarországon. Ez közel 3,5 millió érvényes szavazatot jelent, amelynek több mint 52%-át a Fidesz-KDNP szerezte meg. Így ők 13 mandátummal képviselhetik Magyarországot Brüsszelben, a 15 legerősebb párt egyikeként. A vidéki Magyarország fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta a Mária Pócson megtartott hagyományos megyenapon Kövér László, az országgyűlés elnöke. A rendezvényen többen vehettek át kitüntetést az oktatás, nevelés, az egészségügy, a gyermekvédelem, a sport és a kultúra területén végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként. Mintegy 20 millió forintból újult meg a polgármesteri hivatal szorgalmatosan. A beruházás keretében kicserélték a nyillászárókat, szigetelték az épületet, valamint egy napelemrendszer is felkerült a hivatali épület tetejére. A fejlesztésnek köszönhetően jelentős működési költséget takaríthat meg az önkormányzat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 27-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Hétfőn este erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Délutántól többfelé eső, zápor egyaránt várható. Helyenként zivatar is kialakulhat. A déli szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Kedden erőteljes nappali komoly felhőképződés várható, sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarok kialakulására. A zivatarokat heves kísérő jelenségek, jégeső, felhőszakadás is kísérhetik. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul. A továbbiakban is folytatódik a változékony idő, a rövid napos periódusok mellett általában erősen felhős lesz az ég. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarokra is.